Jancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra, Dunáról fúj a szél. Baráti kört, a csoportot azért hoztuk létre, hogy a munkavilágából kikerült emberek ne zárják be maguk mögött az ajtót, akinek van még kedve, tartozott egy társasághoz, és élje továbbra is ugyanúgy az életét, ahogy eddig élte, és olyan embereket szólítottunk meg, akik egyedül vannak, magányosak, egyedül élnek, és az ő számukra próbálunk nagy gonda odafigyeléssel olyan programokat szervezni, amelyet ők is még a kis nyugdíjukból el tudnak érni, el tudnak velünk jönni, akár egy fürdésre, akár egy számukra nem megterhelő kirándulásra. A csoport, amikor megalakult, a csoportnak a működését három pillére helyeztük: a barátságra, az egymás iránti baráti szeretetre, tiszteletre és a toleranciára. A csoportnak mondhatom talán 70%-a egyedül élő, magányos ember, és ők nagyon-nagyon örültek, hogy ez a csoport létrejött. Annyira kinőttük már, hogy már a házunk előtt már fesztiválokat tartunk, Lecsófesztivált, akár férfi napot, minden évben megtartjuk a nőnapot is, és akkor úgy gondolták a férfi társaink is, meg a hölgy társaink is, hogy akkor legyen már megünnepelve egy férfi nap is. És én azt gondolom, hogy ezáltal egy nagyon-nagyon jó csoportot tudtunk létrehozni. A csoporton belül nincs az, hogy én TSZ elnök voltam, vagy egy műköves voltam, egy kőfaragó, vagy egy szövőgyári munkás, itt mindenki. Lehet bármennyi diplomája is, itt a csoporton belül mindenki baráti tag. A Karácsonyváróra a csoport tagjai összeadják a pénzt, és vásárolunk egy élő disznót, levágjuk, feldolgozzuk, és másnap ebből van az közös ebéd, és ebből a dolgokban még sok minden megmarad, amit évközben sok mindenre fel tudjuk használni. A város központjába húsvét előtt egy héttel feldíszítettünk egy élőfát. 1550 darab tojással, különböző technikákkal voltak díszítve, festve a tojások, és nagyon-nagyon tetszett a városlakóknak, nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy bíznak abban, hogy jövőre is lesz. Ha valamilyen rendezvényünk van, kalkulálunk egy kedvező árat, és akkor kiszámoljuk pár főre, kiosztjuk, és akkor mindenki befizet a kis járandóságát, és akkor lebonyolítjuk a rendezvényeket. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a Vándor Szépkorak csoporttársaim nevében ezt a díjat. Én azt gondolom, a 7 év alatt sok mindent tettünk a városért.